Gáfi Tamás neve több mint 20 éve összeforrt a füredi tenisszel. Most a Forrás Sportparkban a szabadidőpark fejlesztése során új teniszpályákat építettek. Lánya Gáfi Dalma, aki junior világbajnok volt, párosban Európa bajnok, Wimbledoni páros győztes, US Open junior bajnok, ebben az évben bekerült a nemzetközi tenisz elitjébe, a top 100-ba. Élete eddigi legjobb formájában van. Amikor az interjút készítettük a Gáfi családdal, Dalma a világranglista 85. helyezettje. A lányod miatt kezdted el a teniszt, vagy előbb volt a tenisz, és utána jött az ötlet, hogy a Dalma teniszezzen? Hát a tenisz jóval előbb kezdtem, mielőtt még megszületett volna a kisebbik lányom. 90-es évek elején már teniszpályákat üzemeltettem kint Tihanyban, valamint a városom belül is van két pálya, amit most már 25 éve üzemeltettek. A Forrás Sportparkot pedig 20 éve. Dalma, örömmel láttuk azt, hogy milyen szépen szerepeltél most a US Open-en, és végül is egy 16 éves kori álmod vált valóra, mert állandóan azt olvastuk tőled, meg hallottuk tőled, mikor kicsi voltál, hogy a top 100-ba szeretnél bejutni, és végül is most bejutottál a top 100-ba. Annyira fontos ez a top 100? Igen, azt mondhatjuk, hogy ez a tenisznek az elitje, a krémje, úgyhogy tényleg nagyon kiskorom óta vágytam erre, hogy egyszer bekerüljek, és nagyon örülök, hogy ez idén sikerült, hiszen ez volt az idei évre kitűzött cél. De nem szeretnék megállni itt nyilvánvalóan, úgyhogy jövőre is szeretnék lépkedni felfelé a ranglistán, és évvégére a top 50-et szeretném megcélozni. Én azt mondom, hogy a top 100-ban bemarad 5-6 évig, már nagyon boldog lennék. Amellett, hogyha előrébb megy, az csak hab a tortán. Tehát, ha top 50-es játékos lehet, az megint egy óriási dolog lenne. De ha ezen a szinten meg tud maradni, mondom, jó pár évig, én leszek a legboldogabb apuka. Azt nyilatkoztad, amikor az Egyesült Államokban voltál, hogy minden rendben van veled, tehát, hogy jól vagy testileg, jól vagy lelkileg, úgyhogy gyerünk. Igen, ez most már azért egy két hónapja volt, két és fél hónapja volt, úgyhogy ez egy kicsit azóta változott. Testileg abszolút rendben vagyok fizikálisan, viszont azért mentálisan kicsit elfáradtam már így az év végére, ami szerintem teljesen normális, ezt a teniszezők 90%-a most elmondhatja magáról valószínűleg. Úgyhogy most már egy kicsit lejjebb vettünk a tempóból, egy verseny van még vissza, illetve a Billie Jean King Kupa, ahol ugye Magyarországot fogom képviselni a többi lányjal együtt, úgyhogy még ez a kettő van vissza, és utána egy kis pihenés és felkészülés a jövő évre. Számít az, hogy két játékstílus találkozik. Milyen játékstílusok találkoznak? Kinek melyik játékosnak a stílusa fekszik, kinek nem fekszik? Ki mit szeret, ki mit nem szeret a másik játékában? Ezért lehet az, hogy egy top 10-es játékos ki tud kapni egy 50-től, vagy egy 200-tól is akár néha. De készülni meg úgy, hát nyilván minden ellenfelünket nagyjából már ismerjük. Ha nem láttuk egyáltalán, egy fiatal versenyző jön velünk szembe, akkor meg a YouTube-ról bárhonnan el tudunk keríteni egy-egy felvételt, és hát kielemezzük nyilván az ő stílusát, és megpróbálunk arra felkészülni, gyengét kihasználni. Tulajdonképpen egy nagy sakkjátszma ez az egész. Hogyha össze kéne hasonlítanod a 15-ös, 16-os, amikor ugye tényleg junior Wimbledoni bajnok voltál párosban, junior bajnok voltál ezen a US Open-en, hogyha össze kéne hasonlítanod a hozzáállásodat a teniszhez, akkor hogyan változott most 24 éves korodra, vagy mit gondolsz másképp, vagy hogyan gondolod ezt most? Hú, hát nagyon sokat változtam azóta. Milyen szempontból megkomolyodtam, azt kell, hogy mondjam. Ugye junior sikerek után is volt egy ilyen betörésem ott a top 150-be, és hát reménykedtünk, hogy akkor meg tudom lépni esetleg a top 100-at is. Akkor nem sikerült, kicsit visszaestem, nagyon visszaestem egy időbe, és onnan azért kimászni nem volt egyszerű abból a kisebb, mélyebb gödörből, de nagyon-nagyon küzdöttem azért, hogy itt lehessek, és tényleg, hogy ez most sikerült, ez nagyon nagy dolog. Nagy handicappel indultunk minden Füredről. Eleinte ugye 15 éves koráig csak én edzettem, kisebb-nagyobb segítséget azért kaptam itt helyi szinten, de alapvetően én voltam a szakmai vezetője a lányom teniszének,
sokat küzdködtünk, sokat harcoltunk, hogy egyáltalán országos szintre jussunk, az országban legjobb játékos legyen, akkor Európában legyen 14 évesen a legjobb játékos. Sokat kaptunk a szövetségtől is, válogatott edzésekre jártunk föl, ott nagyon sokat képeztem én is magamat, és hát valahogy így összejött, szerencsénk volt. Muszáj volt váltani, tehát innen vidékről nem tudtunk volna tovább lépni, nem tudtunk volna fejlődni. Föl kellett vinnem Pestre, pesti edzőkkel, pesti klubban dolgoztunk, sokkal jobb körülmények között. Ő mindenképpen azt szerette volna, hogy nyugodt körülmények között tudjon teniszezni. A család neki nagyon fontos volt mindig, a családi háttér, és nyilván azt csak Magyarországon tudtuk neki biztosítani, és ezért maradtunk inkább Magyarországon, és ezért nem vállaltuk be a külföldi akadémiák megkeresését. Dalmának egy egész jó szakmai stábja van, és hát én is valamennyire még a stáb tagja vagyok. Ha szüksége van rám, akkor utazok vele, ha szüksége van rám, akkor itthon Füreden edzünk. Tulajdonképpen benne maradtam én is a nagy közösbe. Együtt csináljuk a teniszkarrierét továbbra is. Milyen ennek a menő tenisznek a világa belülről? Izgalmas, veszélyes, kiszámítható, kiszámíthatatlan? Milyen ez? Pont felsoroltad, ami így egyben. Tényleg nagyon izgalmas itt benne lenni az elitbe, és hogy tényleg most már így szinte mindenki ismer ott mindenkit, és ez egy ilyen kis buborék, amiben benne vagyunk. Nagyon nehéz bekerülni, nehéz megtartani, úgyhogy mindenki oda szeretne tartozni. Nyilván nagyon izgalmas, hogy az összes Grand Slam-en ugye együtt vagyunk, együtt eszünk, együtt csinálunk mindent, együtt edzünk, és hogy ebbe én is beletartozom most már, ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek. Úgyhogy remélem ez még nagyon sok évig így lesz, hogy ott leszek az elitbe. Valóban, mint energiával, mint anyagilag rengeteg áldozatot hoztunk, de nem bánom, mert megérte. Meg ha nem is lett volna ő top 100-as, ne sosem, akkor is azt mondom, hogy megérte, mert megpróbáltuk. Én erre rááldoztam mindenemet, amit lehetett. Hála Isten, ez így jól jött ki. A pénzdíjai azok meg bruttók, tehát eleve onnan lejönnek a helyi adók, mindig azon országok adói, ahol éppen versenyzünk. És emellett dietetikust kell, emellett fizioterapeutát kell, emellett kondiedzőt kell, teniszedzőt kell fizetni, úgyhogy az utazások sem két fillérbe kerülnek, úgyhogy mindenhol repülővel, szállás sok helyen fizetős, úgyhogy vannak kiadások, de nyilván nem panaszkodunk most már. Mikor lehet veled itt Füreden ezen a teniszpályán találkozni? Te szoktál azért itt is edzegetni? Igen, szoktam. Ez most... Ez egy nagyobb könnyebbség nekem, hogy amikor itthon vagyok, és esetleg nem jó az idő, vagy tél van, hogy itt is meg tudjuk oldani az edzéseket. Tervezzük, hogy esetleg az alapozás heteiben is lejövünk esetleg egy hétre az edzőimmel, és akkor itt felkészülünk. Nem vagyok azért olyan nagyon sűrűn itthon, de amikor tudok, hazajövök, és nagyon jó, hogy van ez az egész létesítmény itt, amire tudok számítani. Egy kemény pályába bővültünk, ami kapott egy fedett borítást, télen teljesen zárt, illetve fűtött sátor lehetőséggel, nyáron pedig a tetőt fönt hagyva, nap ellen és az eső ellen is véd majd minket. Emellett pedig egy 4 évszakos salakpályával bővült a meglévő 4 pályánk, tehát immáron 5 salakpályánk van. Ez azért előnyös, mivel 4 évszakos, ezért minden évszakban használható, nem fagy fel. Télen is, ha olyan időjárási körülmények vannak, 10-12 fok, akkor bátran tudjuk a salakpályát használni, amit eddig nem tudtunk megtenni. Ez egy teljesen új rendszer, legalábbis Magyarországon új, eddig csak Budapesten épült egy pár pálya, az én közvetítésemmel, és ez egy svájci rendszer egyébként, de Franciaország, Olaszországon, tehát főleg Nyugat-Európában épülnek most ilyen pályák már. A régi salakpálya építést azt ott már el is engedték, csak ilyen salakpályák épülnek.
Gáfi Tamással az interjú a Forrás Sportpark új csarnokában készült, ami a kézilabda utánpótlást szolgálja majd, de a meccsek között a teniszre is lehetőség lesz. A GINOP támogatás keretében épül egyébként a tematikus szabadidőpark és a két új teniszpálya. A rövidesen megnyíló tematikus park a kerékpár és futópályájával, edzőparkjával és sípályájával minden korosztálynak kiváló sportolási lehetőséget biztosít majd.